mi egy olyan sportágat tűzünk, ilyen a kerékpár, ahol mi nem egy, hanem száz. Itt a statikus, egy helyben állós, ugrálós, labdaütögetős, hátraszaltós, gyorsan pályán menős, országúton tekerő, sárban, erdőben, legurulóstól kezdve minden belefér. Ebben a napban valóban minden belefért. Akkor talán kezdjük az elején, sőt, rögtön a levegőben. Ez a pálya, amit vagyunk, egy elég öreg pálya, mert aztán 120 éves, a millenáris kerékpáros stadion. Én nem is 120, de mondjuk 30 éve itt kezdtem bringázni, itt nőttem fel, és nagyon öröm számomra az, hogy egy olyan sportítésében tudunk egy ilyen eseményt összehozni, ahol talán 20 éve nem voltak annyian, mint ma. A bringás társadalom nem kisebb példaképeivel is lehetett találkozni, mint például a BMX Flatland kategória világbajnoka Kun Ádám. Először nem így kezdtem, először focista voltam, de mindig is bennem volt az, hogy biciklis szeretnék lenni. Azt nem tudtam, hogy BMX vagy mountain bike, és nem is tudtam, hogy létezik esetleg ilyen sport, és amikor megláttam pár srácot, hogy így BMX-eznek, akkor én tudtam, hogy nekem ezt kell csinálni, és hát az immáron 13 éve volt. Honnan jönnek a trükkök? Hát vannak alaptrükkök, amiket az ember végül is élete végéig tud tanulni, mert ez a jó a flatlandben, hogy a trükktár az ilyen kimeríthetetlen, és profi kategóriában meg az a lényeg, hogy kitalálj saját trükköket, és az meg a kreativitásod, az határtalan. Ha minden igaz, akkor megtanítasz engem valamire, mi lesz ez? Hát ez egy nagyon egyszerű trükk lesz, remélem, hogy sikerülni fog. Én egyelőre azt remélem, épségben megúszom. Ja, csak ennyi? Még mindig az jár a fejemben, hogy biztos jó ötlet volt-e ezt bevállalni. Na jó, azért elsőre mégsem sikerülhet. Még egy-két jó tanács, és... Megígértem, hogy a saját bringámmal ezt nem próbálom meg, de hogy büszkébben tekerem a jövőben, az biztos. Egyik ámulatból a másikba. Itt az ideje egy kis mozgásnak. Nincs kéznél a bringa? Nem akadály. Az én feladatom a mozgás közvetítése, hogy eljutassam a legkisebbektől a legnagyobbakig. Nekem nagy szerelmem a bringázás. Gyerekkorom óta hobbiként űzöm. Sosem versenyeztem ebben a sportágban. Szerintem tehetségem nem lenne hozzá, de nagyon jó szabadidősport, és nagyon örülök, hogy egy ilyen kezdeményezésen itt összetalálkozott ez a két sportág. A bringázás egyik ismert aktivistája, Puskás Peti sem hiányozhatott a Bringamánia napról. Nagyon jó ez a rendezvény egyébként, mert például ezt a bringás labda ütögetést meg soha nem láttam, és hogy látom, nagyon-nagyon klassz, és nagyon szépek a bringák, amik vannak. És hát egyrészt az, hogy kiderült számomra, hogy itt van a város közepében egy ilyen bringa stadion, úgyhogy jó, hogy eljóval az eredmény, és örülök neki, hogy eljöttem. Hogy Puskás Peti és Tilla hogyan csatázott a bringa párbajban, a következő egészség ABC-ből egy hét múlva kiderül.